Hosszú sorozatot tudtak le veretlenül a Besztercze KK utánpótlás kosarasai. A Pest megyei U16-os kosárlabda bajnokság Salgótarjáni 4-es döntőjének fináléjában Sós Gábor játékosai magabiztosan 18 ponttal legyőzték a piros mezes dunaújvárosi fiatalokat, és ezzel megkoronázták egész éves teljesítményüket. A ellenfelek sokkal keményebbek voltak, mint amikor alapszakaszon játszottunk, sokkal jobban összetették magukat. Szerintem jobban akartuk, és a támadásban is jobban odafigyeltünk. Közelebb kerülni úgy lehetett volna a Salgótarjánhoz, hogyha kicsit fejben összeszedjük magunkat, mert szét voltunk esve. Ez a két nap nekünk ez egy nagyon furcsa élmény volt, mert nem gyakran járunk ilyen helyekre, és nem úgy sikerült minden, ahogy el lett tervezve, és fejben szét voltunk esve. A 4-es döntő legjobb játékosának választott Monye Martin a döntőben 29 ponttal járult hozzá csapata sikeréhez, viszont a 100 halombatta elleni elődöntő már nem alakult ilyen simán a hazaiaknak, de végül 5 ponttal nyertek. A edzőnknek segítségével sok tapasztalatot szereztünk ebben az évben, és a technikákkal meg a csapatjátékkal nyertük a meccseket. Voltak szorosabb mérkőzéseink is, de végén sikerült megnyerni mindent. A másik elődöntőben a tornán végül bronzérmes Pilis Csabai Pafc basketet 59-42-re legyőző dunaújvárosiak a döntő után sem szomorkodtak, hiszen Szűcs Marcellék már ezzel a győzelemmel jócskán felülmúlták előzetes várakozásaikat. Meg vagyok lepődve még mindig, hogy mi bejutottunk ide a 4-es tornára, mert tavalyi szezonban 15. helyen zártuk ezt a bajnokságot. Hát nagy küzdelmek árán ugye másodikak lettünk. Nem számítottunk volna, hogy így meg tudjuk fogni ezt a Pafc basket csapatot. Az egyéni teljesítményem hát nem volt az igazi. Hát a védekezésben nyújthattam volna többet a csapatért, és nem kellett volna összeszedni ilyen faltokat, de szerintem egy olyan közepes, nem volt rossz azért. A döntőben dupla-duplát elérő Szűcs Marcell egy kicsit szerényen vélekedett saját teljesítményéről, hiszen csapata 55 pontjából 35-öt ő termelt. Az utánpótlás 4-es döntőre sok érdeklődő kilátogatott a Salgótarjáni városi sportcsarnokba, és a szurkolók igazi meccs hangulatot teremtettek a találkozókon. Még soha nem játszottunk szerintem ennyi szurkoló előtt ilyen csarnokban. Nagyon-nagyon tetszett, hatalmas élmény volt. Nem hittük el az, hogy lehetőségünk van itt. Az tény, hogy egy gyönyörű környezetben, egy nagyon jó szurkolók közötti helyen játszhatunk. Mi meglepődtünk, hogy ilyen nagy mennyiségű szülőszurkoló lesz kint. Én szerintem ez nekünk teher volt most. Jó volt, kaptuk a biztatást kintről is, és pozitív példa volt. A szezont 22 meccses veretlenségi mutatóval befejező salgótarjáni kosarasok a következő idényben természetesen a címvédésre hajtanak, és megmérettetik magukat az U18-as bajnokságban is.